built for you just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty is what I can't find. I didn't, no, I didn't see it coming. Well, I got your gold and I got your. Sziasztok! Hogy miért tesz az ember magának egy ilyen méregdrága, hatalmas luxus autót? Azt nem tudom. Azt, hogy én miért vettem, azt talán el tudom nektek mesélni. Talán, ha jól meggondolom, talán igazából a luxus, a tradíció, a high-tech együttléte miatt, talán ennek az ötözete miatt, és hát persze természetesen a gyerekkori álom is ott volt, hogy egy ilyen Rolls-Royce Caprio legyen. Gyertek velem! Menjünk el egy jó helyre, egy érdekes helyre viszlek benneteket, és ott talán egy kicsit több mindent el tudok mondani, és egy kicsit talán közelebb jutunk ehhez a témához is, meg mindenhez. Tünde is ott lesz, aki egyébként nem igazán örült ennek az ötletemnek, majdnem elváltunk attól, hogy én ezt az autót mindenára be akartam venni. Úgyhogy az embernek mindenem meg kell küzdeni az álmaiért, ugye? Úgyhogy gyertek velem, menjünk, de még egy ötletem van. Húzzuk le a tetőt! Hát miért kéne nekünk ilyen csukott tetővel menni, amikor itt van a napsütésnek az utolsó klassz részei is. Úgyhogy, na ugye, hogy jobb így. Ugye, amikor a természet itt van. Úgyhogy gyertek, menjünk! Hol volt, hol nem volt? Volt egy fiatal gyermek, aki nagyon szegény volt, nagyon szegény sorból indult, úgy hívták, hogy Henry Royce. Nagyon szerette az autókat. Volt egy másik fiatal, akit úgy hívtak, hogy Charles Rolls. Ő is nagyon szerette az autókat, de ő egy nagyon gazdag lordnak, egy nagyon gazdag gyermeke volt, aki mindent megtehetett. Rengeteg autót vásárolhatott, és hát bármit megtehetett. Royce kevésbé. És egyszer csak találkoztak 1907-ben, és úgy döntöttek, hogy megalapítják azt a gyárat, aminek ez az egyik terméke. Egyébként a mögöttünk levő repülőgépekben is sokszor Rolls-Royce motorral, sőt Boeingben is van Rolls-Royce motor, sőt még a Concorde is Rolls-Royce motorral készült. Tehát egy olyan gyárat alapítottak 1907-ben, aminek ilyen hatalmas jövője lett. Sajnálatos módon a gazdag ember 1910-ben, mint a hobbija volt a repülőgép, ez, ami itt áll mögöttem, ennél kicsit öregebb géppel lezuhant, és ő meghalt, de viszont Royce, a szegény ember, folytatta ennek a gyárnak a felfejlesztését, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Örökre megmaradt a nagy barátjának a neve, a nagy társának a neve ennek az autónak a nevébe is. Világhírű lett. Ma már a gazdagság, a kényelem, a szuperautó egyik szimbóluma a Rolls. Egy kicsit megmutatom az autót, hogyha megengeditek, egy kicsit megmutatom a piknik csomagtartót, addigra ide hívom Tündét, és vele szeretnék kocintani egy kis pezsgőt, ami be van hűtve az ő gyári csomagtartójába, hűtőjébe, úgyhogy gyertek velem, egy kicsit nézzük meg, aztán piknik. Itt van ez az én kis fantomom, ami egy 2015-ös drophead, 6-7-es motorral, 12 hengeres motorral. Ha akarjátok, megmutatom a motorját is, hogyha nézzük azt is meg. És gyakorlatilag itt van a baby motorja, kicsit beárnyékolunk. A Rolls-Royce mindig is a megbízható és szuper erős és szuper megbízható motorokról volt híres, tehát ezekben a repülőgépekben is ilyen motorok vannak, és ilyen motorokkal használták őket. Úgyhogy gyertek ide egy picit. Hát ugye a Rolls-Royce-nál mindenki ez az ernyővel szokta kezdeni, mert ugye Angliában a Rolls-Royce tulajdonosok gyakran, Angliában gyakran esik az eső, és ugye minden tudjuk, hogy ez egy angol autó, és remélhetőleg nem viszik ki a kezemből. Most felszáll valaki. Robi felszáll. Ugye az előbb beszélgettünk vele, és ha megy haza, könnyű lehet neki az élete, hogy itt eljön Budapestre, a szüleihez, majd hazamegy Győrbe. Úgyhogy amíg most ő felszáll, és le nem fullad, mert nem akar
rendesen menne motorja, mert nem Rolls-Royce motor van benne. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy ezt én összecsukom. Őszintén megmondom, most már elég három éve megvan ez az autó, de még egyszer sem volt olyan szerencsénk, hogy esett volna az eső, és szükség lenne rá. De hát, ami eddig nem volt, az majd lesz ezután. Úgyhogy így megy vissza a helyére. Rendkívül sok krómot nyomnak rá. Az az érdekes, például ezzel az autón, hogy ez a hűtőrács jellegébe és fazonjába 1910 óta, amióta az első Rolls-Royce Ghost ugye kigurult a gyárból, azóta nem, jelentősen nem változott. Mint ahogy a Spirit of Ecstasy sem, ami egyébként ugye egy az első használó, aki egyébként korábban a legkorábbi Rolls, 1907-es Rolls vette meg, ami még nem volt ez, és ő bízott meg egy szobrászt, és neki csinálták meg az első emblémát, ezt a Spirit of Ecstasy-t, ami egyébként kvázi az ő titkárnőjéről, és a titkárnőjéhez fűződő, ő is egy lord volt, titkárnőjéhez fűződő kis szerelmét örökítette meg a szobrász művész, legalábbis ugye ezt mondja, és később ugye ezt a extázit, ezt a Spirit of Ecstasy-t, ezt a kis szobrocskát használták minden Rolls-on. 1910 óta minden Rolls-on ez kötelező volt, és minden Rolls-on felszerelték, és hosszú ideig ezeket sokszor a csomagtartóba adták az új autóknál, mert hogy ezeket előszeretettel lopták, tehát amikor az ember bezárja az autóját, eltávolít tőle és megnyomja a gombot, akkor ő ma már lemegy, ma már nincs az a veszély, hogy esetlegesen ellopják. Amikor megjössz, és ugye kinyitod az ajtódat, akkor előjön az embléma. Ezeken a kezdeti modelleken, sőt, hosszú-hosszú ideig, tehát tulajdonképpen csak ugye a 2000-es évek elejétől tudomásom szerint használják ezt a eltűnős Spirit of Ecstasy, mindig lecsavaros volt, tehát általában lecsavarták a tulajdonosok, és betették a kesztyűtartóba, és sokszor vitték magukkal, mert előszeretettel lopták az emberek. Egy ilyen kis szorrocska, akármennyire is vicc, ez 2000 euróba kerül. Azt gondoljatok bele, az 6-700 ezer forint, ezért a kis pici szoborért. A lift rendszertől függetlenül, annélkül, tehát egy kicsit abszurd, amit még ma is a szoborára hoz. Egyébként az az érdekesség, hogy amikor a BMW megvette ezt a Rolls-t magának, ugye akkor ezek a szobornak a joga a Volkswagen csoporthoz került, majd a BMW-nek, mert rájött, hogy ennélkül, a jog nélkül, a szobor joga nélkül nem tudja az autóját eladni, vagy ez kell hozzá, ez a szimbólum, akkor nagyon 400 millió euró plusz pénzért kellett a Volkswagen csoporttól megvenni, azon túl, amennyit a Volkswagen csoport fizetett érte, hogy nem volt rossz üzlet ezt megvenni a Volkswagen csoportnak, mert hiszen a Volkswagenhez került a Bentley, tehát akkor mászott el ez a dolog a BMW kezéből. Ma, mint tudjuk, ma már a BMW gyártja, úgyhogy hát ez gyakorlatilag egy nagy BMW, de minden eredeti azért még Angliába készül, és kézzel készül, ugye, tudni kell azt, hogy ezeket kézzel rakják össze. Hát akár ezeket a fémeket, ezt a nagy ornhud, ezt a nagy motoráztetőt is kézzel polírozzák. Úgyhogy a műszerfala és a megjelenése az sokat nem változott, tehát gyakorlatilag a régi tradíciót és a régi formákat próbálják megőrizni. Azért hát vettem meg ezt az autót, mert ez valahol egy gyerekkori, vagy egy fiatalkori álmom volt, hogy egy Rolls-Royce dobhedem. Először egy Cornishhoz vonzódtam, ugye Cornishom is van, de aztán ennek a nagyobb bátyja, a nagyobb testvére az a Phantom. Amióta gyártják a Phantomokat, az első Phantomot 24-ben gyártották, azóta ez mindig azért valahol egy státuszszimbólum, a kényelem, az elegancia és a gazdagság szimbóluma, amit hát nem szabad elfelejteni, és nem szabad szégyelni, ez ma is az. Nem föltételünk kell az embernek egy ilyen autóval járni, de ha ez egy álma, és netán megengedheti, akkor miért ne? Ez csupán csak ennyi. Ez igazán egy alkalmi autó, tehát az ember nem gyakran veszi elő. Hát nálam is összesen 10 000 kilométer van benne ez alatt a idestova, majdnem 3,5 év alatt. Tehát ugye azért ez nagyon kevés.
Tehát az önműködő ajtó, ami egy gombnyomásra csukódik és nyitódik, tehát nem kell a kicsi kezét az embernek fárasztani arra, hogy becsukja, ezt az úgynevezett suicide volt, az úgynevezett öngyilkos ajtót, ami ugye hát a háború előtti autókban gyakori volt, de aztán sokkal kedvezőbb, sokkal modernabb, sokkal hasznosabb, mert például bemész egy parkolóházba, akkor egyszerűen nem tudsz kiszállni a kocsiból, csak a tetején, hogyha a magyar méreteket veszed, nem is nagyon járnak Rolls-Royce-szal, kevesen járnak parkolóházba. Én is egyszer-egyszer bemegyek, mindig rájövök, hogy talán jobb lesz, hogy a többet nem megyek, mert nagyon nehéz parkolni vele. Túl méretes, nagy. Hát például ennek az autónak a magassága a 165 centi. Pont egy magasak vagyunk, de kvázi nem is néz ki, az ember akkor néz ki jól, hogyha úgy le tud nézni az autóra. Én sajnos erre az autóra nem tudok lenézni, mert azonos méretűek vagyunk. Igaz, hogy csak magasságban, széltében azért nem vagyok olyan, sokkal hosszabb, mint egy átlagos autó, ezért is nehéz erre parkolni. Nincs két egyforma Rolls. Nagyon sok extrát meg lehet a Rolls-ba rendelni, nagyon sok egyedi dolgot, ugye minden egyes autónál más a kárpit, amit szintén kézzel készítenek, de nálunk a legextrább ebbe az autóba igazán a csomagtartó, mert a csomagtartóba egy piknik készlet van. Ez teljesen extra ettől a mi kérésünknek megfelelően, ugye a pezsgő, a pezsgővödör, a behűtött pezsgő, ez hűt is, és itt vannak a másik oldalon a pezsgős poharak, a szivar és az egyéb dolog, de természetesen ugye ez a csomagtartó ugyanúgy használható, amikor mész a csomagodás csomagra is. Abból most ennél az autónál, és az ő hűtőjéből először iszunk. Jó pár éve megvan, mert valahogy akárhogy is van, és akár mennyire is érdekes ez, erre még nem került sor, hogy piknikezzünk. Egy autónak igazából mikor használja az ember a piknik csomagtartóját? Nagyon ritkán. Tehát ez egy gyakorlatilag elmebeteg ötlet. Azért ezt ugye elismerhet, hogy igaz, hogy egy autónál, mondjuk azért be lehet utazni, utazunk vele sokszor. Igen. Viszont de... remélem állunk elég régóta ahhoz, hogy ne pukkanjon szét minden, és robbanjon szét a pezsgő, és nem lesz anyag. Erről beszéltem! Igen, hát ezt... Igen, ezt ugye az autóba fölrázódik. Tehát... A bárány bőr, hát nem pötyögtetjük rá. Hát tisztus a kezed, akkor fogd a kezedbe. De lényeg az a dolognak, hogy egy autóban, amikor közlekedik egy pezsgős, valóban jól föl van rázva, hát ez várható volt. Így van. De hogy tudnám megmaradni úgy szépen, kis barátom? Szóval lényeg az, hogy tündére iszunk, rátok iszunk, arra is iszunk, hogy a tünde már egy kicsit megszeretett bennünket, ahogy értem, hogy az autót meg engem. Képzeljétek el, amikor én ezt kitaláltam ezelőtt 3,5-4 évvel, hogy én egy ilyen... sokkal hamarabb kitaláltad, csak igen, addig akkor, sikerült visszafognom. Addig visszafogott, igen, akkor már nem lehetett, és amíg eljutottam, hogy ezt megvettem, akkor nagyon haragudott rám, és nem akarta engedni, tehát ellendrukker volt, és ellene szavazott, és nem... Azért, mert nézzétek meg, hát ez egy nagy szöglet és szappantartó, egy iszonyatos nagy Tesco gazdaságos szappan, meg való szappantartó. Hatalmas test, túl drága, nagy, ezzel nem mehetek neki. Nagy test, nagy élvezet. Ezen én nem merem vezetni, mert én mint a mindennek neki koccolok, hát most képzeljétek el, mindig lekoccolnám ezt a szerencsétlen. Akkor igyunk arra, hogy már ezt jobban nézi, és igyunk arra, hogy elértük a 25 ezret. A 25 ezer hát feliratkozott, és ez úgy gondolom, hogy egy nagy dolog. Nekünk legalábbis. Nekünk nagy dolog. Egészségünkre. Amikor elérjük a 100 ezret, akkor veszek egy ilyen autót nektek. Na, nem. Azért túlzásokban esik. Oda, ezt átadom. Na mindegy, 100 000-re valamit ígérnék, valami komoly dolgot szeretnék ígérni, ezt ki fogom találni, és a végére bevágjuk, hogy mit. Na, amit esetleg engedő is, vagy valami olyasmit, de az a lényeg, hogy... hogy tudjátok, valamit... a boxa száját az asszony szorítja otthon mindig össze, úgyhogy óvatosan. Másnak a száját is, de mindegy. Egészségünkre, ígyunk akkor rátok, ígyunk a 25 ezerre, és ígyunk a barátságotokra. Igen. Számomra ez az autó tényleg egy nagy batár, viszont akárhányszor meglátom, megmosolyogtatja a szívemet. És nem azért, mert ez egy Rolls, hanem egyszerűen van benne valamilyen igazi, dögös, nagy, elegáns, tényes asszony. Hát ilyen a méreteivel vívja ki, hát 21-es kerekek vannak rajta. Olyan magasságban van, mint egy terepjáró.
hang, hát ilyen szigetelésre, nem tudom, ha jól emlékszem, mint valami iszonyatosan 250 kiló hangszigetelő anyag van benne, ami egy frenetikus, tehát. Szóval vannak ilyen abszurd dolgok benne. Ugye a Teslához szoktam, én azt imádom, elektromos autók, környezetvédelem, stb. Igen, de azt tudjátok, mint a kis pattogós úgy közlekedik. Ez pedig beülsz, és mint egy ilyen masszás fotelbe ülnél, olyan kellemes, kényelmes az egész, tehát ilyen himbilimbi, himbilimbi. Milyen beülünk és megyünk. Sokan poénkodtak már ezzel, hogy ugye kisember, nagy autó, stb. Kisember nagy bottal és nagy autó. Ami számomra a legdühítőbb az autóba. Na. Amikor valamit cserélni kell. Gyerekek. Tehát az, hogy egy csomó alkatrész BMW benne, és látod az alkatrészen, amit kicserél a szaki, hogy van egy BMW száma, és van egy Rolls-Royce-os alkatrész száma. Tehát a BMW-sek ugyanazt az alkatrészt megkapják. Felér. Felér, te megfizetheted a dupláját, mert a két R betű benne van. Az urakról, akikről beszéltem, erről a Charles és a Henryről, ezek miatt van minden. Igen. Igen. Tehát ez egy kicsit barokkos túlzásnak tartom. Szép idő van. Ebben igazán lehet élvezni a nyarat, meg a jó időt. Ez akkora valami, amikor szépen nyugodtan az ember autózgat. Ez ugyanúgy figyelni kell benne, mint másik autóba, mert ugyanúgy a nagy forgalom az nagy forgalom. Koncentrálás, koncentrálás. Egyébként, amikor ebbe ülök, még jobban koncentrálok, mint a Teslába vagy bármibe, mert ha mégis történik valami, sokkal többbe kerül. És az egy nagy, nagy erő arra, hogy az ember jobban koncentrálja. Tehát jobban a Teslába egyszer nézel ki jobbra, meg balra, ebbe kétszer. Tehát egy kicsit óvatosabb vagyok, de hát természetesen azért tudom, hogy... Műszerei hát nagyon érdekesek, nagyon zseniálisak, mert ugye ez az úgynevezett fordulatszámmérő óra, ez 100-tól mér visszafele. Tehát ezt az úgynevezett nagy képűséget is megcsinálta a gyár, hogy így számol mindenütt. Hangtechnikája nagyon extra, az érzés benne valahogy egy más feelinget ad, mint azoknak az autóknak, amik pattognak az úton. Ő nem tud pattogni az útnak mindenféle hát, hibáit. Ez a típusú rugózás és ez a típusú technika, amit ez alá tettek, ez úgy hát, mindent hát, kiegyensúlyoz, és te az autóban nem érzed a magyar utak hát, elég problémás minőségét, hogy úgy mondjam. Ugye vannak a sportautók, azok nagyon kemények. Ez meg inkább nagyon puha a kormánya, és puha ugye a gázpedálja, a fékje, minden olyan puhára van elkészítve. Hát nem olyan, mint egy puha pöcs, de puha az autó, tehát mindenen nagyon finom, nagyon-nagyon érzéki. És hát az talán jó benne. Ez egy tradicionális autó, ami ugye viseli azt a... gyakorlatilag idestóval 70-80 évet, amit a Phantomba folyamatosan beletettek, de mindig ugyanabval a gondolkodásra, mindig ugyanabval a tradíció megőrzés gondolatával építették meg a következő autót is. Tehát csak annyit változtattak benne, most azért a modern kor technológiája már abszolút benne van, de ezt mindezt elrejtették különböző dolgok alá az érzékel, önben érzékelhet és állítod a tükröt, az mind el van rejtve. Itt ez ugye egy óra van benne és el van rejtve a mögötte levő hát, GPS, navigáció és hát mindenféle dolog, amit tudsz ezen állítani és kezelni. Tehát a tradíció megőrzése az az elsődleges szempont. A Rolls-nál egy-két dolgot változtattak, ide tették a vezérlőt, ez is ugye eldugható, tehát ha akarod, akkor nem látod, nincsen. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok, amiket hát elrejtenek. Ha már megígértem, akkor be is tartom. Kitaláltam, hogy egy minimum 500 000 forintot érő órát fogunk kisorsolni akkor, amikor elérjük a 100 000-et.
Úgyhogy, és ezt nem azért mondom, mert úgy látjátok, hogy bepesgőztem, mert nem ittam semmit, csak mindig meggyaltam. Úgyhogy hajrá előre a 100 000-ig, én meg készítem a minimum félmilliós, vagy lehet, hogy kicsit több lesz, minimum félmilliós órát nektek. Úgyhogy hajrá! Szóval ez volt az én kis dédelgetett kedvencem, amit bemutattam nektek. Nem hagyom itt nektek, elviszem magammal, úgyhogy ti meg iratkozzatok fel, lájkoljatok, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!